A kiállítás cím ugye mainstream, és alapvetően azért szerettem volna ezt a címet adni neki, mert nem szeretnék semmit túlmagyarázni, nem szeretnék olyan koncepciókat belerakni divatanyagokba, amik nincsenek benne. Ezek a fotók alapvetően most azt a 20 éves srácot tükrözik, aki most vagyok, és azokat az eszméket, amiket képviselek. Alapvetően három divatanyagot fotóztunk erre a kiállításra, Evergény Rékával, Szikszai Johannával és Idával. A cél az volt, hogy karakteres magyar helyszíneken, magyar tervezők ruháiban fotózzunk magyar modelleket. Nem annyira jött össze, az Ida a svéd, ugye, a Rékán pedig egy Gucci ruha van, úgyhogy vannak ilyen mellélépések, de alapvetően tényleg magyar szempontból közelítettük az egész anyagot. Alapvetően volt három hangulat, amit mindenképpen szerettem volna így képileg megfogalmazni. Ezekre kerestem karakteres helyszíneket, és a helyszínekre kerestem modelleket. Tehát volt egy ilyen viszonylag hosszú folyamata az egésznek, és úgy került a végső kiválasztásra a Johanna, az Ida és a Réka, hogy már volt egy konkrét koncepció helyszínre, ruhákra és hangulatra. Nagyjából ez volt így a felépítés az egész kiállításnak. A portréanyagok pedig az elmúlt 2-3 évből meglévő munkáim közül az a három portré, amit a legfontosabbnak és a legkarakteresebbnek tart. Ugye Rudolf Péterről van szó, Somló Tamásról és Amos Attiláról. Nagyon szeretem ezt a három portrét, és szerintem kifejezi azt a képi világot, ami most így engem jellemez. Alapvetően a diplomunkám címe, ami a zenei oldalamhoz kötődik, és a közönségemről szól, az én perspektívámról, azokról az intenzív reakciókról, amiket kiváltottam belőlük, és kvázi a helyszínek monotonitását mutatja be meg a hétköznapjaimat, és ez a munka van szembeállítva az ő perspektívájukkal, az, hogy ők mit láttak, amikor színpadon voltam, vagy dedikáltam. Azt gondolom, hogy nagyon izgalmas és értékes anyag, és nagyon-nagyon szeretem és közel áll hozzá. Alapvetően 16 éves koromban jött, amikor sítáborban eltört a kezem, és nem tudtam mit csinálni, csak fotózni, és onnantól így a kezemben ott a történet. Technikai, meg mindenféle elméleti hátteret nem ismerve kezdtem el így autodidakta módon fotózni. Aztán szerencsére felvételt nyertem az Iparösszti Egyetemre, ami most már Moholy nevű Összti Egyetem. Sikerült elvégeznem, ha nem is három, de több év alatt. Most a mesterkurzust folytatom, úgyhogy igyekszem szakmai oldalról is felkészült lenni, és minél inkább up-to-date. Nem gondolom, hogy csak és kizárólag a fotózás lesz a jövőben jellemző rám, mert a zenei dolgok legalább annyira inspirálnak és fontosak számomra, mint a dolgok képi megjelenítése, de biztosan, hogy a következő pár év az nagyon aktív lesz így a vizuális kommunikációt tekintve, tehát nagyon szeretném a divatkönyvemet hasonlóképpen építeni, mint eddig a fotós könyvemet, úgyhogy meglátjuk. Nagy reményeket fűzök a dologhoz.